Szép napot kívánok a nézőknek. Hát a rendelet alapján intézményünkben, ugyanúgy, mint minden oktatási intézményben áttértünk a digitális oktatásra. Mondhatom azt, hogy teljesen zökkenőmentesen sikerült ezt a dolgot megoldani. A gyerekek, ugye ők már a jelen világban élnek, és ők a digitális technológiát jobban értik, mint esetleg a felnőttek, de különösebb nehézséget, hál' Istennek, nem okozott az átállás. Ugye a kollégáknak lehetőségük van különböző appokon keresztül, vagy különböző technikákon és internetes lehetőségeken keresztül oktatni, nincs megkötés, hogy mit használjanak. Vannak, akik visszajelzések alapján a Messenger-t, van, aki a Skype-ot létesíti előnyben, a csoportos foglalkozásnál nagyon jó használható a Kréta alkalmazásnak az üzenőfelülete, ott adják ki a kollégák, és várják vissza a feladatokat, de jól működnek a mobilos és az internetes videó megosztó oldalokon is a lehetőségek. Nagyon fontos, és a kollégákat is kértem, hogy mindenki legyen türelemmel a gyerekekre való tekintettel, szülők is otthon vannak, természetesen nagyon sok szülő segít, próbál segíteni a növendékeknek. Igyekezzük nem leterhenni a növendékeknek, át kell élni ezt a helyzetet, túl kell élnünk, és mindenki a legjobb ellátása szerint és legjobb lehetősége szerint próbáljon hozzájárulni azt, hogy nyugalomban és a gyerekek tudják a feladatait teljesíteni.